Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit! Tardoskedről jelentkezünk, ahol a ferencvárosi öreg fiúk vendégszerepeltek, és 9-1 arányban nyertek a helyi öreg fiúk ellen. Igaz, hogy az egyik Fradi gólt a helyi klubelnök, Linár Gabi lőtte. Az első félidőben a pályán a védelmet irányította Keller József, az egyik legendát. Hogy érezted magad Tardoskedden? Látom a színedből, hogy nem naposztál, azért óriási hőség volt. Azt leszámítva, hogy érezted magad? Nagyon jól érzem magam, nagyon jól éreztem magam a pályán is, hisz évelején volt egy térdműtétem, és szerintem ez volt a harmadik mérkőzésem talán itt az öreg fiúkban. Ugye folyamatosan próbálok itt minél többet játszani, jövök is vissza szép lassan, de hát ez a nagy melegnek a színe, amit látsz az arcomon, tehát megfogott a nap szépen. Igen, ugye az elmúlt két meccsen, ugye a felvidéki legendák öttevényben sikerült megvernünk a Fradit, tehát szívfájdalom, mert fradista vagyok, de másrészt örültem, mert az általam menedzsel csapat nyert, és utána 2-1-re nyert Nemes Ócsán a csapat, úgyhogy gondolom, hogy a Muha József, meg a Bánki Dodi azt mondta, hogy na most gólokat kell lőni, mert ezt várják a Fraditól, és komolyan is vettétek. Hát így van, mert mindenhol nyerni kell. Tehát úgy megyünk ki, hogy jó, öreg fiúk, szeretünk játszani, imádunk, és nem szeretünk veszíteni. Hát ez a lényeg ennek a futballnak. A biztos Krisztiánnal előbb beszéltem, és mondtam, hogy 5-1-nél ugye kommentáltam itt a meccset, remélem, hogy senkit nem sértettem meg ironikus beszólásokkal. Nagyon jó. Közvetítetted a mérkőzést, jó voltak a beszólások, semmi sértő nem volt benne. Oké, köszönöm szépen, akkor már annyit mondtam 5-1-nél, hogy jobb lenne, ha 5-3 lenne, de hát ezt te megengedte meg a Ferencváros abszolút, tehát 5-1-nél lazíthatatok hát, volna, de nem lazíthatatok, rúgtatok 4 gólt. Hát de meg is mondtuk, hogy amennyit tudunk lőni, annyit lőjünk, hisz a futball az ilyen, nem szabad visszavenni, mert megbüntet. A törvény az ilyen. De hát igazából a Tordaskednek is megvolt a lehetősége, és nagyon jól jöttek ki párszor. Hát nem volt szerencséjük, azt kell, hogy mondjam, mert voltak gólhelyzeteik, nem tudták értékesíteni. Igen, mondtam is, hogy lehetett volna 5-3, hogy mondod. Igen, vagy 9-5 is. De aztán végén az lehetett volna, így van, 9-4, 9-5, így van, sokkal több gól lehetett volna a részükről is. Egyébként mivel foglalkozol most, mennyire vagy benne még a Fradi családban? Ben vagyok teljesen, hisz az utánpótlásban, a Fradi utánpótlásánál dolgozom, a szervezéssel foglalkozom a legkisebbektől a legnagyobbakig, az ő utaztatásuk, a bajnokságuk. Tehát, van munkád bőven. Így van munkád. Mennyi gyerek? Hát összesen olyan 270-280 gyereket kell számolni. És akkor azt mondja mondjuk, hogy... Ez 14 korosztály. 13-14 korosztály, hisz az U6 is az egy előkészítő korosztályunk, és az U7-től ilyen meg már bozsik programosok, és akkor szépen megyünk fel 8-9-10 egészen az U19-ig. Hát és akkor, ha valaki mondjuk egy Takás Józsika apukája fölhív a U9-ből, akkor fogod tudni, hogy ki az? Hát nagyjából, de azért nagyon sok gyerek van, mindenkit azért névről nem ismerek. Nem is kell ismernem, de azért képbe vagyok a srácokkal. Az nem egy egyszerű munka. Nem, persze, rengetegen vannak, és folyamatosan cserélődnek, pláne a kis korosztályokban, hisz eljön a kisfiú, kipróbálja magát, jól érzi magát fél évig, utána meggondolja magát, ugye vált egy másik sportágra, vagy éppen azt mondja, most ő abba hagyja. Ilyen is van, előfordul. Ugye én 1991-ben kezdtem a profi pályafutásomat, és a nagyapám révén, akinek Isten nyugoszta, hogy most lett volna 100 éves a papa, már sajnos 91-ben elment, neki kedvenc focista épp a Simon Tibi volt, Isten nyugoszta őt is, mert az apukám az vasas drukker volt, meg a családban vasas drukkerek voltak, meg a papával tartottam ki. Úgyhogy ott voltam 96-ban, Madridban is, Amsterdamban is, éppen most beszéltem a Krisztiánnal erről, de hát most egy Kubatov éra, lehet ezt mondani, talán még zseniálisabb lesz, mert most lesz 6-szor valamelyik csoportkörben remélhetőleg a Ferencváros. A Klaxvikot azért ki kell verni, remélhetőleg az lesz, mint a Tobol Kostana ellen, a visszavágó, de utána valószínűleg a svéd bajnok jön. Hát egyre nehezebb, egyértelmű, de azt mondom, hogy ezen az első lépésen túl kell lenni. És természetesen az a cél, hogy egy újabb csoportkörbe bejusson a Ferencváros valamelyikbe. Ugye Krisztián fia már ott van, a Halmai Gabi fia is már talán megmutathatja magát, és esetleg van-e a kisrác egy-kettő, aki a kezed alól kerülhet ki, és hát, már most látszik rajta, hogy lehet belőle. Ő is, a Krisztián is onnan került ki, meg vannak olyan srácok, akik ugye a kezünk alatt kikerültek. Igaz, hogy nem most a Ferencváros első csapatában játszanak, hanem más NB1-es csapatban játszanak. Oda vannak kölcsönadva, ott palérozódnak, edződnek, és talán
egy-egy év múlva, amit visszakerülnek. Hát igen, úgyhogy Keller Józsin is múlik az, hogy ki lesz mondjuk magyar a Fradiban, és ezzel rá is kötök arra a kérdés, hogy... több múlna rajta, mert én biztos, hogy több magyar tennék be, így van. Aha, akkor lelőtted a kérdésemet, mert hogy állsz ehhez? Hát mert én annyit mondtam, hogy ugye Ferencváros akkor ez még népszerűbb, tudom, hogy milyen pálya van a Fradi, meg ez egy nemzetközi trend, stb., de úgy gondolom most a Varga Barnabást leigazolták, Lisztes Krisztián ott van, a Barát Petit is leigazolták, hát talán a klubba is rájöttek erre. Játszik, most melyre többet játszik ő is, megmondom őszintén, a Krisztiánnak is sokkal több lehetőséget adnék. Fiatal, feltörekvő, nagyon jól mutatkozott be, lőtte a gólokat, neki kellene több lehetőség. Igen, éppen kell ráadásul... még jobban futtatni. Hát ez a profi labdarúgásnak a lényege, a menedzselés, jobban megfuttatni egy kicsit, és utána meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Nagyon sok van benne. Igen, mert az apukájával éppen beszéltem, még kisegészített, vagy kisjavított, mert én úgy emlékeztem, hogy ő is 19 volt, amikor berobbant, de még nem volt 18. Mert 93-94-ben ugye 76-os hát a Krisztián, tehát nem kell félteni. A Tibinél persze jött a Krisztián, ott mutatkozott be, és Krisztiánt abszolút nem kellett félteni. Az első mérkőzésen berakták, és hozta a teljesítményt. Úgy gondolom, hogy a fiát nem kell félteni, mert apuká is úgy kezdte. Pontosan, én most mondom a Krisztiánnak a történetét, a fia pedig ugyanez. Beállt nagy önbizalommal, lelkesedéssel, gólt lőtt, jól is érezte magát, következő mérkőzésen ugyanúgy beállt, nagy önbizalommal, gólt lőtt, ez kell, ez kell. Igen, és most meg az kell, hogy rúgjunk hármat, mondjuk a Klaksviknek, az elég, nem is kell ötöt. Hát tovább kell juttunk, így van, tovább kell juttunk, ami azt mondom, hogy meg lesz, meg kell lenni, egyértelmű. Tehát a különbséget azért lehetett látni így is. Így alakult az első mérkőzés. Hát Keller Józsi is múlik, hogy mennyi magyar lesz lehet, hogy a Fradiba, ezt csak úgy mondom. És hát további erőt, egészséget ez a munkához, és éppen ilyen Fradi szív az megvan, de hogy legyen egészséges két térded, mert akkor még tudsz még focizni, és meg tudod mutatni a srácoknak, hogy hogy kell lőni. Pontosan ez a példamutatás az nagyon fontos, úgyhogy azért én is minél jobban karbantartom magam, minél többet tudjak játszani, mert azért a példamutatás az az elsődleges. Hát figyelj, a világ legidősebb profi játékos az a Kazu Miura, ugye? Japán srác. 57 évesen a portugál második ligába kapott profi szerződést. Hát a Keller Józsi az már nem fog profi szerződést kapni, de lehet, hogy még egy 100 meccs benne van az öreg fiúkban. Hát bízunk benne, hogy még talán több is. Köszönöm szépen, és gratulálok. Én is köszönöm, és erőt, egészséget mindenkinek. Köszönöm.